Tisztelt és szeretettel köszöntök mindenkit a képviselőtestület ülésünkön. Egy hosszú idő után örülünk, hogy összejöhettünk és jelen lehetünk. Kabaváros önkormányzatának képviselőtestülete június 21-én a Városháza emeleti tanácskozó termében 14 órai kezdettel nyilvános ülést tartott. Az ülést Szegi Emma polgármester távollétében Váradi Istvánné alpolgármester vezette. A napirendi pontok megszavazása után első napirendi pontként a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók tankönyv és taneszköz támogatását vitatták meg. A támogatás összege minden évben 10.000 forint per fő, mely mintegy 350.000 forint kiadást jelent a városnak. A képviselők egyhangulag elfogadták az erőterjesztést. Tárgyalták és egyhangulag elfogadták a közlekedésfejlesztési koordinációs központtól átvett 9 ingatlannal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését. A beérkező 3 ajánlat közül a legkedvezőbbet választva, mintegy 4,5 millió forint plusz áfa céltámogatással és a tavalyi költségvetés maradványával, valamint az idei tartalékával kiegészítve fogadták el a Kaba belterületi utak zúzott köves felújítási munkáira a kivitelező megbízását. A cukorgyári lakótelepen egy lakó a már meglévő mobil garázsának bővítését kérelmezte. A továbbiakban Szegi Emma által vezetett vitán elhangzott, hogy a garázs ugyan a kérvényező építette, a terület viszont a város tulajdona. A képviselők a kérvényt egyhangulag nem támogatták. A kabai önkéntes tűzoltóság egy második garázs építéséhez kért támogatást. A testület azzal a feltétellel egyhangulag döntött az elfogadásról, hogy a második garázs mindössze tárolásra használják, és nem foglalnak el újabb parkolóhelyeket. A testület egyhangulag döntött egy folyamatban lévő beruházás támogatásának megelőlegezéséről, azaz előfinanszírozásáról. A testület szintén elfogadta az önkormányzati és önkormányzathoz tartozó intézmények nyugdíjasainak a képviselői ciklus végéig biztosított ingyenes fürdőzését. A sürgősséggel beengedett napirendek közül elsőként a Venus 2000 BT a fürdő területére épített pavilonjának működtetését támogatták. Jogszabályi kötelezettséget teljesítve elfogadták a központi orvosi rendelő praxis közösségének prevenciós ellátási tervét. A szűrővizsgálatok már a következő hétvégi rendezvényen kezdődnek. A vidékfejlesztési hivatal pályázatán a külterületi utak közül a Szilvermajor és a Derecskei út közötti szakasz aszfaltozásához mintegy 301 millió forint összegű támogatást nyertünk, melyhez városunk 5%-os önerőt biztosít. A nyári színház egyesület életveszélyessé vált lelátóinak és egyes színpadi elemének javítására a város 1,5 millió forint értékű anyag beszerzését támogatja. A költségek csökkentése érdekében a kivitelezést a Városgazdálkodás dolgozói megbízás alapján végzik. A szabadtéri szezonban több előadást szerveznek. Utolsó napirendi pontként tárgyalták a Katona József utca egyik lakójának 2 szomszédos ingatlan elidegenítési kérelmét. A jelenleg gyümölcsfákkal telepített ingatlanok eladását oly módon támogatják, hogy az ingatlanokon csak lakó ingatlanok építhetők. A tanácskozás után a tájékoztató következtek. Mint elhangzott, az iskolás gyerekeknek már megkezdődött a 10 hetes ingyenes tábor. A tájékoztatókkal fejezték be a tanácskozást.